form kia. Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat, csak kis dolgokat tehetünk nagy szeretettel. Kalkuttai Teréz anya gondolataival tisztelettel köszöntöm vendégeinket, a kedves szülőket a Györfi István Katolikus Általános Iskola második tanévnyitó ünnepségén. Sok szeretettel köszöntöm a nevelőtestület tagjait, intézményünk dolgozóit és legfőképpen benneteket, kedves gyerekek. Tanévnyitó ünnepségünket elkezdjük. Kedves kis elsőseink, hozzátok szólnék először. Ma még megszeppenve és félelemmel vegyes kíváncsisággal ültök itt közöttünk, de néhány nap múlva már természetes lesz számotokra is, hogy a mi iskolánkba jártok. Amíg óvodások voltatok, biztosan hallgattátok iskolás testvéretek, barátotok történeteit, s mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy a tanévnyitó közelettével minden este ezernyi kérdéssel feküdtetek le. Mennyit is kell még aludni az iskola kezdetéig? Vajon milyen lehet ott? Milyen lesz a tanítónéni? Fogunk-e majd ott játszani? Hallgassuk meg sok szeretettel Molnár Zétény és Molnár Liza Szonya első A-osztályos tanulóink versét, melyből talán megtudjuk, milyen gondolatokkal vágtok neki a tanévnek. Felkészítő pedagógus Szakályné Kolláta mese. Borzalmas dolog lehet az iskola. Be kell majd ülni egy kényelmetlen padba, egész nap ülni kell, csöndben figyelni. Nem tudom, hogy fogom én ezt majd kibírni. Jutka azt mondta, ott nem szabad beszélni, csak akkor, ha kérdez a tanítónéni, akkor viszont föl kell állni, a táblához kimenni, de minek? Tudok én ülve is beszélni, úgy hallottam, Dani mondta, én ezt nem láttam, 100 könyvet kell vinnem az iskolatáskámban, meg még füzetet is, legalább 20-at, az egész táskát inkább vinnél a 20-at. Úgy gondolom, az iskolában talán lesz valami jó is, mondjuk néha napján, például az, hogy tanulunk betűket, és majd én olvashatom föl a kedvenc mesémet. Egy jót az iskoláról már most is lehet tudni, soha többé nem kell majd délután aludni. Igaz, hogy nagyon jó volt az óvoda, de emiatt mégiscsak jobb lesz az iskola. Elsős leszek, akár hiszed, akár nem, nagyon jó az én kedvem. Tudod, minek örülök? Iskolába kerülök. Szép volt a nyár, szép volt nagyon, sütkéreztem a napon, játszottam és ugráltam, szaladgáltam, bringáztam. Halacskákkal versengve úszkáltam a tengerbe. Homokváram összedőlt, a sárkányom elrepült, nincs már minek maradnom, van helyette más dolgom, nagy vagyok már iskolás, kezdődjön a tanítás. Köszönjük szépen a tanévnyitó verseket, és kívánjuk valamennyi kis kedves elsősünknek, hogy érezzék magukat nagyon jól iskolánkban. Menj bőn fényesége,
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Györfi István Katolikus Általános Iskolának a tanítóján, az úgynevezett Veni Sancti Szentmisén. Különösen is nagy tisztelettel köszöntjük a önkormányzati képviselőket, Molnár Pál urat, aki az iskolaszéknek is az elnöke, Pán Tildikút, az iskolának volt igazgatónőjét, Karcagi Nagy Zoltánt, dr. Kovács Lászlót, aztán Fábián Évát, a szülői munkaközösségnek az elnökét, és természetesen Kovács Miklósné igazgatóasszony, vele együtt a tantestületet és a kedves gyerekeket. És szeretném köszönteni a soproniakat is, akik Berekfürdőn lelki gyakorlatoznak. Ők idős nénik, 2006 óta tartok nekik minden évben egy lelki gyakorlatot, és ők külön is imádkoztak az én szándékaimért, amik között az első helyen volt ez az iskola, és egy kicsit talán ők is látják a imának a hatását. És még valakit nem köszöntöttem, aki itt állt mellettem, Holló Gábor diákonus urat, aki 6 éves kispap, és a tanévnek az első felét gyakorlaton tölti, tehát szeptember 1-től január 13-áig a mi egyházközségünkben fog szolgálni, és természetesen az iskola életében is majd részt vesz. Kérem a tanárokat, illetve a diákokat, hogy fogadjátok majd szeretettel őt. Ebben a szentmisében a Szentlélek Úristent kérjük, az erősség, az értelem, bölcsesség, jó tanács lelkét, hogy küldje nekünk az ő ajándékait, hogy megújult erővel tudjuk kezdeni ezt a második évet. Talán azt gondolom, hogy vegyes érzések vannak bennünk, szomorúak vagyunk, mert véget ért egy nyár, de talán örülünk annak, hogy az új tanév hoz meglepetéseket, lehetőségeket mindannyiunk számára. És kérjük a Jóistennek az áldását, hogy ahogyan szépen elindult ez az iskola, ugyanúgy tudjon tovább folytatódni. Hogy imádságunk meghallgatása méltó legyen, most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, kicsit elcsendesedünk és magunkban nézünk. Jónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk Istenünk te híveid szívét, a Szentlélek megvilágosításával tanítod, add, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével megismerjük a mi helyes és az ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk,
A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusziakhoz írt első leveléből. Testvéreim, amikor először voltam nálatok, nem szólhattam hozzátok, mint lelki emberekhez, mert akkor még érzéki ember módjára gondolkodtatok. Mivel még nem voltatok felnőttek Krisztusban, csak tejjel tápláltalak benneteket, mert a szilárd ételt még nem bírtátok el. Sőt, még most sem való nektek a szilárd étel, mert érzéki ember módjára cselekedtek. Vagy talán még versengés és viszájdul köztetek, nem vagytok-e testiek, és nem viselkedtek-e nagyon is emberi módon? Amíg az egyik így nyilatkozik, én Pállal tartok, a másik meg én Apollóval. Nem vagytok-e túlságosan emberiek? De kicsoda Apolló, és kicsoda Pál? Szolgák csupán, akik a hitre vezettek titeket, amin nekik az Úr megadta. Én ültettem, Apolló öntözött, de a növekedést Isten adta. Ezért nem az számít, aki ültet, sem az, aki önhöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Az ültető meg az öntöző egyforma. El is nyeri jutalmát mindegyik a fáradozásához mérten. Istennek vagyunk ugyanis munkatársai, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Ez az Isten igéje. Legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Kafarnaumi tartózkodása idején Jézus a zsinagógából jövet betért Simon Péter házába. Simon anyósa éppen magas lázban szenvedett. Mindjárt szóltak is neki az érdekében. Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolt a láznak, és a láz megszűnt. A beteg azonnal fölkelt és szolgált nekik. Napnyugtakor mindnyájan odavitték Jézushoz a betegeket, akik különféle bajokban szenvedtek. Mindegyikre rátette a kezét, és meggyógyította őket. Sokakból gonosz lelkek mentek ki, és ezt kiáltozták, te vagy az Isten fia. Jézus azonban rájuk parancsolt, és nem engedte, hogy beszéljenek, azok ugyanis tudták, hogy ő a Krisztus. Amikor megvirradt, Jézus kiment egy magányos helyre, a nép sokaság pedig keresésére indult, és meg is találta. Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Jézus azonban így válaszolt, más városoknak is hirdetnem kell Isten országának evangéliumát, mert ez a küldetésem. Azután folytatta tanítását a Galilea zsinagógáiban. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim, kedves diákok, kedves tanárok, a Veni Sancte, a Szentlélek hívó Szentmise a tanév elején mindig nagyon fontos esemény. Mind a pedagógus, mind a diák részéről az egész tanévet meghatározza az, hogy hogyan kezdjük el ezt a tanévet. Milyen lelkülettel, milyen elhatározásokkal, milyen szándékokkal a szívünkben indulunk neki egy új tanévnek. Az imént elhangzott szentírási szakaszok, a most felolvasott evangélium nagyon érdekes és nagyon értékes dolgokra tanít bennünket. Szent Lukács evangéliumából hallottuk ezt a szentírási szakaszt, és ebben egy olyan mozzanatra szeretném most a figyelmet felhívni, ami talán elsőre nem olyan szembetűnő,
ami fölött talán elsőre elsiklik a figyelmünk, mert annyira nem tűnik fontosnak. Hogyha azonban figyelmesebben hallgatjuk ezeket a szavakat, akkor már is értelmet nyerhetnek számunkra. Jézus miután Kafarnaumban meggyógyította Péter anyósát, majd más betegeket is, tovább akart állni a városból, hiszen az ő tanítói küldetése minden néphez, minden városhoz szól. Ezt hallottuk. Amikor megvirratt, Jézus kiment egy magányos helyre, a nép sokaság pedig keresésére indult és meg is találta. Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Jézus azonban így válaszolt, más városoknak is hirdetnem kell Isten országának evangéliumát. A nép tehát Jézus keresésére indult, és amikor megtalálták őt, akkor tartóztatták. Azt szerették volna, hogy maradjon velük. Miért olyan érdekes ez számunkra? A nép sokaság rájött arra, hogy Jézus képes nekik valami nagyon érdekeset, valami nagyon értékeset és fontosat átadni, képes őket tanítani, és ezért akarják, hogy maradjon velük. Jézus tanítása forrássá válik a város népe számára. És felmerül a kérdés, hogy mi vajon forrásként tekintünk-e Jézus tanítására. Olyas valakiként tekintünk-e Jézusra, akiből a mi növekedésünk fakad, aki tud minket tanítani, aki tud minket nevelni. És itt visszagondolhatunk a Szentleckére is, ahol azt hallottuk, hogy Pál apostol, illetve Apolló öntözi, illetve növeli az Isten népét, növeli az Isten országát, ők is nevelők. Pál és Apolló is nevelők voltak. Maga Jézus pedig a legfőbb pedagógusként áll előttünk. Vajon Jézus tényleg pedagógusként áll-e előttünk? A paidagógosz görög eredetű szó azokat a személyeket nevezték így az ókori Görögországban, akiknek az volt a feladatuk, hogy a családi háztól nap mint nap az iskoláig vezessék a gyermekeket. Ez a kifejezés a nyomatékos számunkra, paidagógosz vezetni. Vezetni, ige. Ez a vezetés, ez a tevékenység, valakit vezetni, ez közös vonása kell, hogy legyen Krisztus küldetésének és a pedagógus hivatásának. Mondhatni, Krisztus valóban a legfőbb pedagógusként, példaképként állhat előttünk, és kell is, hogy példaképként álljon előttünk. Krisztus, mint a legfőbb pedagógus, aki célhoz vezeti a mennyei atya gyermekeit. Ahhoz, hogy valakit célhoz vezessünk, ahhoz két dolgot nagyon világosan kell látnunk. Először is azt, hogy mi a cél, ahová el szeretnénk vezetni valakit. Az örök isteni cél Krisztus esetében minden ember üdvössége, a túlvilági örök boldog élet, az Isten szemlélése. Másodszor pedig azt kell világosan látni a vezetőnek, a pedagógusnak, ha így tetszik, hogy mi az az út, amin haladva az embereket el lehet juttatni ehhez a célhoz. Jézus értett az emberek nyelvén hétköznapi példákkal, a mindennapi életből vett szemléletű eszközökkel, hasonlatokkal és szellemes megfogalmazásokkal tanított. De elsősorban talán nem is ez volt az ő nevelési eszköze, hanem a szeretet. Az a szeretet, amivel oda tudott fordulni minden emberhez, amivel oda tudott menni Péter anyósához, és meg tudta őt gyógyítani, és amivel meg tudta szólítani úgy Kafarnaum népét, hogy utána ez a népsokaság ragaszkodni kezdett hozzá, keresésére indult, és azt akarták, hogy maradjon velük. Az iskolai tanár, mint pedagógus, alapvetően ugyanezt a hivatást gyakorolja. Látja a célt. Nem csupán okos, hanem egészséges felnőtt embert akar nevelni a gyermekből,
és látja az oda vezető utat is, nem csupán tudást ad át a gyermekeknek, a diákoknak, hanem neveli, vezeti őket, irányt mutat nekik, segít nekik az életben eligazodni. Meg tud szólalni a gyermek, a diák nyelvén, ahogyan Krisztus is meg tudott szólalni a kafarnú nép nyelvén, de ami fontosabb, hogy életével, magatartásával, szeretetével egy úton vezeti a rábízott diákot, segít neki eligazodni az élet útvesztőiben. Ezért a legfontosabb a tanár, a pedagógus hivatásában az, hogy Krisztus példájára elsősorban szeresse a rábízottakat. Amint az ember megérzi a szeretetteli vezetést, ragaszkodni fog az őt szeretőhöz. Kafarnaumban keresésére indultak Jézusnak, és marasztalni akarták őt, ragaszkodtak hozzá. Kedves tanulók, kedves diákok, kedves első osztályosok, akik most egy új életet fogtok elkezdeni, ti most fogjátok elkezdeni az iskolát. Rengeteg új dolog vár rátok, rengeteg furcsaság, rengeteg különleges élmény, és biztosan nagyon kíváncsiak vagytok, és várjátok már, hogy mit tartogat számotokra ez az új élet, ez az új világ, az iskolának a világa. Ez nagyon jó. Őrizzétek meg magatokban mindig ezt a kíváncsi lelkületet, legyetek mindig nyitottak az új dolgokra, és szeressétek azt, ami előttetek áll. Hiszen az iskolában valóban nagyon sok élmény vár rátok. A tanítónénik, a tanítóbácsik szeretni fognak titeket, és azt akarják, hogy ti nagyok és okosak legyetek, de ehhez nektek is sokat kell majd tennetek, sokat kell majd dolgoznatok. Jézus azt kéri tőletek, hogy szeressétek egymást, segítsetek egymásnak az iskolában, hogy mindig tudjatok előre haladni, szeressétek a tanítóitokat, és hogy mindig tegyétek meg a feladataitokat. És sokan vagytok most itt, akik már nem az első tanéveteket kezditek, nektek már van tapasztalatotok és gyakorlatotok abban, hogy hogyan kell, hogyan lehet végigcsinálni egy iskolai tanévet. Most egy kicsit titeket is bátorítani szeretnélek. Lehet, hogy eddig is szerettétek az iskolát, a diáktársaitokat, a tanáraitokat, és szorgalmasan tanultatok, csak így tovább. Ez egy nagyon jó út. De az is lehet, hogy az előző tanévekben nem úgy sikerült előre haladnotok, nem sikerült mindent úgy teljesítenetek, ahogyan szerettétek volna. Lehet, hogy úgy érzitek, hogy több van bennetek, hogy többre vagytok képesek. Jusson eszetekbe, hogy Jézus milyen sok emberen segített. Ő nem csak annak örül, ha valaki nehézség nélkül veszi az akadályokat, hanem annak is, ha valaki a nehézségek, az elbukások, a sikertelenségek ellenére tud küzdeni, fel tud állni, és tovább tud haladni. Akárhogy is boldogultok az iskolában, akár könnyen, akár kicsit nehezebben, éljen bennetek mindig a remény, a küzdeni akarás, a vágy erre a tovább lépésre, arra, hogy tovább haladjatok. Soha ne adjátok föl, és szeressétek Istent, szeressétek a tanáraitokat, és szeressétek egymást. Kedves testvérek, Jézus minden élethelyzetben példát tud nekünk mutatni, különösen most is, egy Veni Sancte Szentmise alkalmával. Forduljunk felé, és legyünk rá nyitottak az új tanév kezdetén is. Kérjük a Szent Lelket ennek az új tanévnek a kezdetén, hogy mindenben Isten akarata érvényesülhessen és teljesülhessen. Engedjük magunkat a Szentlélek által ebben a tanévben vezetni, úgyhogy mi magunk is eszközökké válhassunk a Jóisten kezében. Amen. Urunk Istenünk, minden élet, szeretet és tudás forrása, hozzád fordulunk az új tanév kezdetén, hogy a te bölcsességed irányítsa akaratunkat, törekvéseinket.
Urunk, az új iskolaév kezdetén add nekünk a Szentlélek kegyelmi adományait, hogy a világi tudományokban előre haladva gyarapodjunk Isten ismeretében és szeretetében is. Hallgass meg, Urunk! Adj erőt, hitet és szeretetet a szülőknek, nevelőknek, lelki pásztoroknak, hogy Jézus lelkületével végezzék feladatukat a gyermekek és az ifjúság között. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, vigyázz ránk, fiatalokra, és segíts minket, hogy a hitből élő, értékes nemzedék váljék belőlünk. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Urunk, vigyázz ránk, fiatalokra, és segíts minket, hogy hitből élő, értékes nemzedék váljék belőlünk. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Urunk, áld meg nevelőink, tanáraink fáradtságos munkáját. Add, hogy mindenkor átérezzék felelősségüket a rájuk bízottak iránt, és jó példájuk nyomán jellemes, igaz lelkű nemzedék kerüljön ki az iskolákból. Hallgass meg, Urunk! Urunk Istenünk, mindannyiunk jóságos igazatja, add meg családodnak mindazt, ami testi, szellemi, lelki gyarapodásához szükséges. Őrizd meg minket kegyelmedben, hogy mindvégig tetszésedre éljünk. Tekints jóságosan bizakodó imádságunkra. Engedd, hogy könyörgésünk meghallgatásra találjon, és amit hittel kérünk, jóságodból el is nyerjük. Krisztus, ami Urunk által. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bűkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökké. Alázatos lélekkel is tüledelmes szívvel kívünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket, és legyen kedves színed előtt áldozatunk. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Nevének dicséretére és dicsőségére mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Kérünk, Istenünk, szenteld meg áldozati adományainkat, és a Szentlélek megvilágosító kegyelmével tisztítsd meg szívünket, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő miután fölment a mennybe, helyet foglalt jobbodon, és fogadott fiaidra kiárasztotta a megígért szent lelket. Ezért az angyalok egész seregével együtt, most és mindörökké zengjük, és hálás szívvel énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura Istenem, dicsőség.
valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Csaba főpásztorunkkal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a Györfi István Katolikus Általános Iskola minden diákjáról, tanáráról, diákjairól és dolgozóiról. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, elhunyt pedagógusokról, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Most pedig álljunk föl mindannyian, és a kis elsősöket megkérem a tanítójukkal együtt, hogy jöjjenek ide az oltár köré, fogjuk meg egymás kezét. De mindannyian Isten gyermekei vagyunk, főként a keresztségben leszünk azzá, és ez azt akarja kifejezni, ez a készfogás, hogy Isten családjába tartozunk, és most pedig imádkozzuk el azt az imát, amire az Úr Jézus tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól,
adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Jézus Krisztus, az élő Isten fia, te az Atya akaratából a Szentlélek közreműködésével, halálod által életre keltetted a világot, szabadíts meg engem szent tested és véred által minden vétkemtől és minden bajtól, add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőled. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére, ürizze meg engem az örök életre.
Könyörögünk, Urunk Istenünk, tisztítsa meg lelkünket a belénk áradó Szentlélek és kegyelmének harmata, tegye termékenyé életünket, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Elérkezett a Szentmisének a vége, de még nem a tanévnyitó ünnepségünknek a vége. Ugyan áldást fogunk adni, és itt az egész iskola nevében kívánok nagyon boldog új tanévet, és sok erőt és kitartást ebben az új esztendőben, hiszen az iskolai év a holnapi nappal kezdődik el. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Kedves vendégeink és tanulóink, hallgassuk meg Mentovics Éva versét Farkas Dorina 6. A osztályos tanulónk előadásában. Felkészítő Kovácsné Kun Eszter tanárnő. Mentovics Éva, lesben áll az új kaland. Láma cserpes gyerek had, ünneplőben ballag, hald a csengők vígdalát, íme eljött a nagy nap. Elsuhant a fényes nyár, nézd, az ősz már intett. Visszavár sok jó barát, osztályfőnök minket. Lesben áll az új kaland, színes, radírtábla, kunkorodó ötösök bújnak az irkánkba, s ha fürgék, sportosak leszünk majd az évben, ott ragyog a nyakunkban majd az aranyérem. Gyere te is, kis pajtás, állj be közénk vígan, hidd el, csodás lesz az év itt a Misulinkban. Tisztelettel felkérem intézményünk vezetőjét, Kovács Miklósné igazgatónőt, tanévnyitó ünnepi beszédének megtartására és a 2016-2017-es tanév megnyitására. A Györffy István Katolikus Általános Iskola második tanévnyitó szentmiséjén sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, a szülőket és titeket, kedves tanulók. Külön tisztelettel köszöntöm Pánti Ildikót, iskolánk nyugdíjas igazgatónőjét, képviselőnőt. Köszöntöm Molnár Pál urat, képviselőt, az iskolaszék elnökét. Köszöntöm Karcagi Nagy Zoltán képviselő urat, dr. Kovács László képviselő urat, köszöntöm a szülői munkaközösség elnökét, Szabóné Fábián Évát. Szeretettel köszöntöm főtisztelendő Gulyás Zsolt plébános urat, érseki tanácsos iskolánk lelki vezetőjét. Köszöntöm Holló Gábor diakónus urat és édesanyját. Köszöntöm a katolikus egyházközség jelenlévő tagjait. Külön öröm számomra, hogy a Soproni Lelki Gyakorlat résztvevői is megtisztelnek bennünket. Köszöntöm őket. Köszöntöm a média képviselőit. Bejelentem, hogy dr. Fazekas Sándor miniszter úr ünnepségünkön hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni, de levélben küldte el köszöntését az új tanév alkalmából, melyet szeretnék ismertetni. Földművelésügyi Minisztérium, dr. Fazekas Sándor miniszter. Tisztelt igazgatóasszony, kedves jelenlévők!
Az új tanév kezdetén tisztelettel köszöntöm a Karcagi György István Katolikus Általános Iskola tanárait, munkatársait, tanulóit és a kedves szülőket. Augusztus-szeptember fordulója mindannyiunk életében változásokkal teli időszak minden évben. Az arató ünnepek, István király ünnepe, az új kenyér megáldása után már készülünk a szüretre, az őszi gabona vetésére. A mezőgazdasági munkákkal párhuzamosan az iskolákban is beköszönt a magvetés ideje. A tanárok hozzálátnak, hogy a tudás magvait és örömét elültessék a diákok fejében, szívében. Tudásra és bölcsességre ma kiváltképp nagy szükségünk van. Ha ugyanis a bölcsekkel jársz, bölcs leszel, írja Szent István király az Intelmekben. Országunk kiállta az idők próbáját. Szent István államalapítása óta eltelt ezer esztendő, és a sziklaszilárdan áll az ország. Ma olyan időket élünk, amikor követendő példát mutatva újra meg kell erősítenünk az alapokat, mert Európa elfáradt, eltesped. A hirtelen ránehezedő terhek alatt kapkodva keresi a kiutat. Mintha most szembesülne először azokkal a történelmi súlyú kérdésekkel, döntésekkel, amelyek végigkísérték a magyar történelmet. A nemzeti egyéniségekhez való szeretet és ragaszkodás az az erkölcsi erő, mely a honalapító magyarokat győzelemre vitte. Ugyanez az erő az újkor magyarjaiban, ezer év múltán gyöngítetlenül él tovább, írja Vámbéri Ármin, a magyar keletkutatás kiemelkedő alakja. Kívánom, az egész tanévet hassa át ez az erkölcsi erő, a nemzeti egyéniséghez való szeretet és ragaszkodás, hogy személyes életében és a közösség életében mindenki megtalálja azt az utat, ami előbbre visz, amivel jobbá, szebbé tehetjük a világot. Budapest, 2016. augusztus 31. Üdvözlettel, dr. Fazekas Sándor. Köszönjük miniszter úr szavait, Isten áldását kérjük életére és munkájára. Halkan útra kel a nyár. Észre sem vesszük, beköszönt az ősz. Holnap már szeptember, és elkezdődik hivatalosan is a tanév. Jó végignéznem a pihent, mosolygós arcokon. Bízok benne, hogy minden tanulónk és kollégánk kipihenve, feltöltődve, várakozással kezdi meg az új tanévet. Mikor először mennek iskolába az első osztályos kisgyerekek, a kerekföldön örömsuhan át, új világ küldi fiúra és lányra a reménység tündöklő sugarát. Kedves első osztályos gyermekek, ma külön figyelem irányul felétek. Szonya és Zétény, köszönöm szépen a verset, büszke vagyok rátok. Példásan képviseltétek a Györfi István Katolikus Általános Iskola 50 első osztályos tanulóját. Kedves elsősök, bizonyára hetek óta számolgatjátok már, hogy hányat kell még aludni, mire kezdődik az iskola. Íme elérkezett a mai nap, a tanévnyitó napja. Holnap reggel előkerülnek a szép iskolatáskák, megkezdődik az iskolai élet. Senkinek sem kell félni, hiszen itt is olyan vidáman telnek majd a napok, mint az óvodában. Tanulás és játék váltja egymást. Minden nap történik valami érdekes. Figyeljetek a tanítónénikre, Emese nénire, Niki nénire, Nóra nénire, Edith nénire, akik megtanítanak írni, olvasni, számolni benneteket. Érezzétek jól magatokat az iskolánkban. Kedves első osztályos szülők! Önök ránk bízták legféltettebb kincsüket. Köszönjük a bizalmat. Mi Györfi szellemben a legjobb tudásunk szerint a legváltozatosabb módszerekkel ismertetjük meg gyermekeikkel az élet és a valóság ezernyi szépségét. Munkánk során számítunk az önök közreműködésére. Az elkövetkezendő 8 évre kívánok gyermekeiknek és önöknek sok örömet, jó egészséget, kitartást és szorgalmat. Kedves 8-os tanulók! Életetek egy igen fontos szakaszát zárjátok ebben a tanévben. Előttetek a pályaválasztás. Tanuljatok szorgalmasan, és viselkedjetek példamutatóan, hiszen ti lettetek az iskola legidősebb tanulói. Mutassatok mindenben példát. A többiek számára is nagyon fontos a jó iskolai teljesítmény, mert az általános iskolai tanulmányok olyanok, mint egy épület.
Jó alapokra kell építeni, lényeges a tetőzet, de fontosak a falak is, melyeket köztük rakunk le. Tisztelt kollégáim! Kérek mindenkit, hogy a 2016-17-es tanévben is dolgozzunk együtt, a közös célokért, közös akarattal és hittel. Mielőtt elkezdenénk a tanévet, tekintsünk vissza, mi történt a nyáron. A nyár sem telt tétlenül az iskolánkban. Felújítások és karbantartások történtek közel 7 millió forint értékben, melyet a fenntartunk az Egri Főegyházmegye biztosított. A Kossuth tér 4 szám alatti iskolaépületben megújultak a tantermek, a lánymosdó padlóburkolatai, megtörtént a tantermek, a földszinti folyosó és az aula festése, mázolása és a bejárati ajtó cseréje. Az udvar rendezése a nyelvi laborral a nyelvtanulásért alapítvány 1,7 milliós támogatásával még zajlik. Szíves megértéseteket kérem. Ígérem, nem fogtok csalódni. Igazi játékparadicsom lesz. Hálásan köszönjük a Városgondnokság igazgatójának, Molnár Pál úrnak és munkatársainak a segítségét. A József Attila út 1 szám alatti iskolaépületben minden helyiség festése, mázolása megtörtént. Bővítettük az iskolai könyvtár területét. Felújítottuk a nyitott folyosós átjárót, a földszinten a folyosó és az aula teljes festésére is sor került. Mindkét épületben a vizes blokkokban melegvizes kézmosásra és kézszárításra van lehetőség az új tanévtől. A nyelvi laborral a nyelvtanulásért alapítvány 500 000 forint értékű összeggel támogatta a nyelvi labornak a berendezését, új tanulói padok és székek várnak benneteket. Kérlek, vigyázzatok rájuk és az egész iskolára, hogy minél tovább megőrizzük annak szépségét. Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak azoknak a szülőknek, kollégáknak, technikai dolgozóknak, közfoglalkoztatott dolgozóinknak, akik a nyár folyamán az iskola szépítésében aktívan szerepet vállaltak. Külön köszönet illeti Molnár Zétény és Molnár Liza Szonya édesapját az első A osztályban, Péter Hajnalka édesapját az első B osztályban, Darabos Lehel édesanyját, Drégelyvári Áron László édesanyját, Farkas Gergő nagymamáját és párját a második A osztályban, Varga Dominik édesapját, Törzsök Hanna édesapját, Péter Gréta nevelőapját a negyedik A osztályban, Horváth Anna Lili édesanyját, Varga Bence Márk édesapját, Sós Ádám édesapját, Kardos Panna édesanyját, Györfi János Bendegúz nagymamáját, Kerekes Kitti Erika szüleit a 6. A osztályban. Köszönöm ezen osztályok osztályfőnökeinek a szervező munkáját. Ezek a szülők munkájukat ajánlották fel, amivel segítették a tantermeknek a kimeszelését. Kollégáim közül külön köszönet illeti Birizló Csaba és Kun László pedagógusokat. Ők is festőecsetet ragadtak. Nem csak a felnőttek munkájáról, hanem a táborosok jó hangulatáról is beszámolhatok. Tanulóink 3 táborban élvezték a nyár izgalmait. A Mókaland nyári napközi 2 turnusában 60 tanuló. Egerben, a hittantáborban 65 tanulónk. Dégen, a nyelvi laborral a nyelvtanulásért alapítvány angol táborában 55 tanulónk vett részt. Hálásan köszönöm a kollégáim közreműködését a táborok sikeres lebonyolításába. Külön szeretném megemlíteni Zsolt atyát, Borsosné Herceg Juditot, Szabó Andreát, Oroszné Millinghoffer Ritát, Kovácsné Kunesztert, Birizló Csabát, Fodor Józsefnét és Borza Vajkot, az angol táborban Szakályné Kollát Emesét, Takács Nikolettát, Farkas Lajosnét, Vas György János pedagógusokat és Szabóné Fábián Éva és Horváth Ágnes szülőket. Tisztelettel megköszönöm az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Renovabis Alapítványnak és a Karcagi Katolikus Egyházközség Alapítványának és dr. Hargitai Gáborné Ilonka néninek a támogatását. A 2016-17-es tanévben 16 osztályban 405 tanuló kezdi meg tanulmányait. Alsó tagozaton 200 tanulónk, felső tagozaton 205 tanulónk lesz. Az osztályfőnökök kik lesznek ebben a tanévben? Az első A osztályban Szakályné Kollát Emese, tanítópárja Takács Nikoletta. Az első B osztályban Káposztási Nóra, tanítópárja Erős Edit.
A második A osztályban Szabó Edit, tanítópárja Miklósi Krisztián. A második B osztályban Boldizsár Istvánné, tanítópárja Décsei Erzsébet. A harmadik A osztályban Pallagi Bernadett, tanítópárja Bereckiné Nagy Erzsébet Éva. A harmadik B osztályban Nagy Edit, Horváth Tünde. A negyedik A osztályban Csinátné Bakó Éva Erzsébet, tanítópárja Vicián Nikoletta. A negyedik B-ben Baláné Eskovács Anikó, tanítópárja Por László. Az ötödik A-ban Vas György János lesz az osztályfőnök, az ötödik B osztálynak Kun László Attila. A hatodik A osztályban Parti Károlyné, a hatodik B osztályban Makula Ibolya, a hetedik A osztályban Birizló Csaba Szabolcs, a hetedik B osztályban Oroszné Millinghoffer Rita, a nyolcadik A osztályban Andor László Istvánné, a nyolcadik B osztályban Posztósné Gyarmati Éva. A nevelő-oktató munkát az iskola 31 pedagógusa, 5 hitoktatója és 6 óraadója látja el. A szakmai munka zavartalan működését 9 alkalmazottunk segíti. Két új kollégát köszöntünk ebben a tanévben, Nagy Edit, a harmadik B osztály osztályfőnöke lesz, és Horváth Tünde, a harmadik B osztály napközis tanítója és az iskola hitoktatója. Kisné Csombordi Szilviát is szeretettel köszöntjük, aki gyermekgondozásról tért vissza tantestületünkbe. Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat közösségünkben. Távozott az iskolából Török Attila pedagógus családi okok miatt. A 2016-17-es tanév legfontosabb feladatai a Nemzeti Alaptanterv követelményeinek elsajátítása mellett a tanulóink neveltségi szintjének emelése. Katolikus iskolaként a lelki nevelés is fontos szerepet kap munkánkban. Ugyanis valljuk, hogy a katolikus oktatásnak ki kell tűnnie a jó tanítással és a becsületes élettel. Pedagógiai elveink a keresztény értékrendre nevelés, nevelészcentrikus oktatás és a hagyományok ápolása. Kedves tanulók! Kívánom, hogy a követelmények teljesítésekor mindenki a tőle telhető legjobb eredményt érje el. Ehhez kívánok sok sikert, jó egészséget az új tanévben. Tisztelt vendégeink, diákok és kollégák! Szent Györgyi Albert mondta, olyan lesz a jövő, amilyen a mai iskolája. Ezzel a záró gondolattal köszönöm meg a megtisztelő figyelmet. A 2016-2017-es tanévet megnyitom. Isten áldása legyen munkánkon. Köszönöm szépen. Kedves vendégeink és tanulóink, tanévnyitó ünnepségünk zárásaként énekeljük el közösen a himnuszt.
Köszöntöm nézőket, az előbb ért véget a Györfi István Katolikus Általános Iskola másik tanévnyitója. Kovács Miklósné igazgatóasszonnyal beszélgetünk. Sok szép örömhírt jelentett ma be itt a szülőknek és a gyerekeknek. Foglaljuk össze röviden. Köszönöm szépen a lehetőséget, és nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves tévénézőket. Valóban nagyon sok új dolog történt nálunk a nyáron a két iskola épületben, hiszen mondhatjuk azt is, hogy kifordítottuk az iskolát a négy sarkából. Nagyon sok felújítás történt, közel 7 millió forint értékben támogatta az Egri Főegyházmegye a fenntartónk ezt a felújítást. Mit is tartalmazott ez a felújítás? Az osztálytermeket mind a két iskola épületben sikerült kifestenünk, kimázolnunk. Ide igénybe vettük a szülőknek a segítségét is természetesen, akik nagy örömmel jöttek segíteni nekünk. Aztán, ami a legfontosabb és talán a leglátványosabb, hogy a Kossuth tér 4 szám alatt a padlóburkolatok felújultak. Ez azt jelenti, hogy a parkettákat felcsiszolták, illetve lelakkozták. Aztán vannak olyan termeink, ahol korábban linoleum volt lerakva, ezek elhasználódtak, és ezek helyett most már műanyagpadlónak a lerakására került sor. Az éttermet is szépen felújítottuk a Kossuth tér 4 szám alatt. Aztán volt már egy igen régi bejárati ajtónk, amit sikerült kicserélnünk. Aztán megszépült a folyosó, illetve az aula is, hiszen ez is kifestésre, kimázolásra került. Aztán nagy előrelépésnek tartjuk azt, hogy a kislányoknak a mosdóját is sikerült egy kicsit felújítanunk, hiszen ennek a padlózatát kicseréltük. Aztán hideg-melegvizes kézmosásra van most már lehetőség az iskolánkban, illetve hogy a törölközőket, kiváltsuk, kézszárítókat sikerült felszereltetnünk a csapok mellé. Tehát azt gondolom, ez volt a Kossuth térnél, de akkor nézzük a főépületet, hiszen ott is történtek felújítások. Igen, ott is elvégeztük a felújításokat. Hogyha kívülről haladunk befelé, akkor az udvaron a sportcsarnokot az iskolával összekötő nyitott folyosót sikerült felújítatnunk. Aztán a földszinti folyosót és aulát sikerült kifestetnünk. Aztán egy kicsit elloptunk a gazdasági irodának a teréből, és ezzel kibővítettük a könyvtárat, és most ott egy szép tágas könyvtárszobánk lett. Itt is kifestettünk minden termet, egyrészt a szülőknek a segítségével, másrészt pedig az iskolának a technikai dolgozói, illetve a közfoglalkoztatott munkásoknak a segítségével. Nagyon sokat dolgoztak az asszonyok a nyáron, de én úgy gondolom, hogy megérte, mert bárki betért az iskolánkba eddig, az mindenki elismeréssel szólt erről. Aztán a nyelvi laborral a nyelvtanulásért alapítványnak is sokat köszönhetünk, hiszen a nyelvi labornak a teljes berendezése megújult. Ez azt jelenti, hogy új tanulópadok, új tanulói székek, tanári asztal, tanári szék került megvásárlásra közel 500 000 forint értékben. De akkor azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy holnap reggel elkezdődhessen az iskola. Itt hallottam, hogy a tankönyvek is megérkeztek, itt mondták a kollégái. Itt az elsősök még kicsit megszeppenve ültek, de holnap azért már vigan ülnek ők is be a saját osztálytermükbe. Két elsős osztály van, beszéljünk egy picit arról, hogy hányan vannak ebben az osztályban, és hányan kezdték az egész iskolában a tanévet. Nagy szeretettel vártuk az első osztályosainkat, akik a két osztályban 50-en vannak összesen. Az egész iskolában pedig változás nem történt a tavalyi évhez képest, hiszen 405 tanulónk van. 200-an az alsó tagozatban, 250 pedig a felső tagozatban. És érkeztek új kollégák is, ahogy itt hallottuk. Két új kollega érkezett az iskolába, az egyik kollega eltávozott az iskolából családi okok miatt, helyére vettük fel Nagy Edit tanítónőt, a harmadik B osztálynak az osztályfőnöke lesz. A másik új kolléganőnk, aki már nem annyira új, hiszen Horváth Tünde már tavaly is tanított az iskolában hittant, ebben az évben pedig már tanítói munkát is vállal, ő lesz a harmadik B osztálynak a napközis tanítónénie. Ő pedig a Nagyszentesi Anikó helyét tölti be, aki a nyáron kisbabája született, és ő vele van otthon. Itt azt gondolom, hogy amikor majd megyünk a születi mulatságra, akkor már láthatjuk azt, amiről még csak egy fél mondattal beszélt a Kossuth tér 4 alatti iskolaépület udvaráról. Azt hiszem, hogy majd azt akkor bővebben elmondjuk nézőinknek is. Igen, nagyon szeretnénk, hiszen nem sikerült a tanévkezdésre elkészíteni, de hogyha majd meglátják a kedves tévénézők, hogy milyen nagy átalakuláson ment át a Kossuth térnek az udvara, akkor úgy gondolom, hogy elfogadják azt, hogy valóban ezt két hónap alatt nem lehetett elvégezni. De valóban én úgy gondolom, hogy igazi játékparadicsom lesz az ott tanuló gyerekeknek, és örömmel fogják a szüneteket tölteni majd ott.
akkor én jó tanévet és eredményes tanévet kívánok az iskola minden tanuljának és pedagógusának. Köszönöm szépen. Gulyás Zsopré Bános úrral beszélgettünk arról, hogy az egyház hogyan indított el a katolikus iskolának a második tanévét. Hát, szeretettel köszöntöm először is a Karcag Város TV-nek a nézőit. Én azt gondolom, hogy azzal a lendülettel, azzal a nyugalommal és biztonsággal szeretnénk folytatni, mint ahogyan az első tanév is úgy szépen elindult. Egy-két dologgal majd bűvül, de mindaz a jó dolog, ami az előző évben már úgy kialakult, azt szeretnénk tovább folytatni. Valójában olyan lényeges változás nem lenne, tehát most még abban az időszakban vagyunk, hogy szép felmenő rendszerben jönnek majd a gyerekek, akiket már eleve a katolikus általános iskolába veszünk föl. Tehát ez azt jelenti, hogy jelenleg még csak az első osztály, és a többi évfolyamban még választani lehet az erkölcstant is. Hát nyilván szeretnénk, hogyha minél többen kapcsolnának majd be a gyerekek a hitoktatásba, mert azt gondolom, hogy valami ismeretnek lenni kell ahhoz, hogy az ember már úgy vonzódjon ahhoz, hogy ilyen ismereteket is szerezzen. Én azt gondolom, hogy szépen haladunk, szép lassan, igyekszünk türelemmel lenni, és mindenkinek tiszteletben tartjuk a világnézetét, illetve a vallási hovatartozását. Azért ennek az iskolának az ökumenikus jellegét szeretnénk megőrizni, azzal együtt, hogy azt is tapasztaljuk, hogy főként az elsősök között, de fölötte lévők között is sok olyan gyermek van, akiknek nincsen vallási háttere, tehát nagyon sokan meg sincsenek keresztelve, de nyilván erre nyílik lehetőség, hogy amikor valaki kéri és szeretni, akkor ennek nincsen akadálya. Tehát valójában mélyíteni szeretnénk a hitünket, a hitismereteket, és nem kívánunk most egyelőre még többet, mint amit az elmúlt tanévben volt. Azt gondolom, hogy talán az egy-két ilyen jellegzetesség, ami ugye az iskolában megjelent az egyházi jelleg miatt, a minden nap imával kezdjük és imával fejezzük be az imádságot, illetve a hét első napján mindig egy hit kezdő kis áhítattal indítunk, ami 10 percet jelent, és nem jelent különösebb pluszt, hiszen 3-4-8-an már bent kell lenni az iskolába, és 7-50-től 8 óráig tart ez a kis közös együttlét, amiben azt gondolom, hogy talán úgy érezzük azt, hogy összetartozunk, hogy közösségben vagyunk, és az is nagy élmény volt számomra, de úgy vettem észre a diákok számára is, amikor ő maguk készültek, már mint egy-egy osztály készült egy-egy ilyen áhítatra. És az, amire azért úgy készülünk, hogy ebben a tanévben már, aki szeretne első áldozó lenni, annak ezt a lehetőséget már szeretnénk biztosítani, hiszen már most ebben a tanévben a második iskolai év kezdődik el, hogy hitoktatásban is részesülnek a gyerekek. Tehát úgy gondolom, hogy föl tudjuk őket készíteni a szentség felvételire. Tehát én örülnék annak, hogy amikor ilyen régi képeket nézek, és hogy 50-60 első áldozó is tele a templom, hát hogyha nem is ennyien, de ezeket a régi képeket, hogyha a gyerekek előveszik, amiken talán a szüleik vagy nagyszüleik első áldozók voltak, akkor talán ők is kedvet kapnak ahhoz, hogy én is szeretnék első áldozó lenni. Bízunk benne. Itt az elsősöket egy ilyen befogadó kis körrel fogadták, tehát ez is azt jelképezte, hogy örömmel várták őket. Még egy picit kis esetlenek voltak, meg még úgy izgultak, de azt gondolom, hogy ez a következő hetekben azért alakulni fog. Hát bízunk benne, persze, hát mi is így kezdtük. Nagyon örülünk nekik, a gyermekek hordozzák a játékosságot, az örömet, a jókedvet, a kreativitást. Az lenne jó, hogyha mindez megmaradna, és hogy valóban tovább tudnánk fejleszteni, és hogy a szellemiekben, meg a lelkiekben is gazdagodnának majd ezek a gyermekek. Hát azon igyekszünk, és azt próbáljuk tenni, hogy tehetségünkhöz mérten gazdagítsuk ezt az iskolát, és hogy minél jobban érezzék magukat azok, akik itt vannak, és minél gazdagabb legyen, minél inkább érezzük, hogy egy közösségbe tartozunk, és hogy jó ehhez a közösséghez tartozni. Akkor én ennek a szellemében eredményes tanévet kívánok önöknek is. Köszönjük szépen!